Rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár képviselőtestülete. A közgyűlés elején választották meg a Humán Közszolgálati Szakbizottság új tagját, Szalai Sándort, aki esküt is tett a közgyűlés előtt. Az energiaválságban minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzat, illetve az intézmények és a közszolgáltatások fennmaradását. Ezt a nehéz helyzetben is garantálnia kell a városnak, amihez meg kell növelni a bevételeket és csökkenteni kell a kiadásokat. Emelni kellett például a vállalkozásokat terhelő építményadót, a közétkeztetés és a közterület használati díjakat, csökkenteni a csúcsidőn kívüli kihasználatlan járat számokat. Magánszemélynek továbbra sem kell közvetlenül adót fizetni, viszont a vállalkozásoktól egy többlet teherviselést kérünk. Tudjuk, hogy nem jó időpillanat és helyzet ehhez, de ezt most meg kellett tennünk, viszont készek vagyunk tárgyalni a jövőben a gazdaság szereplőivel a mérték vonatkozásában, amikor pontosan látjuk, hogy a 2023-as energiaárak hogyan fognak alakulni, akkor erre bizonyára lesz is lehetőség. Bízom benne, hogy a helyzet kedvező irányban mozdul el, és ebből fakadóan a döntéseinket is így fogjuk tudni meghozni. A polgármester azt is részletezte, hogy a közgyűlés csökkentette a csúcsidőn kívüli kevésbé kihasznált járatok számát. A menetrendi változások 2023. január 9-től lépnek életbe. A döntés nem érinti az iskolai járatokat, valamint a munkanapok csúcsidőszakának járatait sem. A napirendhez kapcsolódó vitát konstruktívnak értékelte a polgármester. Ez a végrehajtásra vonatkozó javaslat számos elemet tartalmaz, mint a hatáti javaslatok között támogatni fogunk, hiszen indokoltak, észszerűek és szükséges intézkedések. Márton Roland, az ellenzéki frakció vezetője, a vállalkozásokat érintő adóemeléssel nem értett egyet. Úgy véli, a tartalékokon túl még bőven van olyan tétel, amin lehetne spórolni, ezért nem támogatta az ellenzék az építmény adó emelésére vonatkozó javaslatot. Az önkormányzathoz hasonlóan a székesfehérvári háztartások és a vállalkozások is ugyanilyen problémákkal szembesülnek. A vállalkozások kétségbe esetten keresik a forrást a munkabérek emelésére, hiszen a munkavállalói nem 20%-os, mint ami a KSH adatokból kivilágít, hanem 50-60%-os inflációval találkoznak a boltokban. Ezért muszáj a reálbér csökkenés megakadályozásához nominálisan emelni a béreket. Molnár Tamás a Fidesz frakció nevében intézett kérdést a polgármesterhez az öt fehérvári posta hivatal szüneteltetésével kapcsolatban. Cserpalkovics András elmondta, január 1-től lesz lehetőség megállapodni a Magyar Postával, az egyeztetések elkezdődtek, jelenleg a pénzügyi és jogi feltételeken dolgoznak. Ezek az egyeztetések folynak, én azt remélem, és ezt mondta a polgármester is, hogy valószínűleg záros határidőn belül pontot tudunk tenni ennek az ügynek a végére, és újra tudjuk használni azokat a posthivatalokat, amelyeket már megszoktunk. Én is azt gondolom, hogy minden székesfehérvár számára biztosítani kell azt az ellátást és azt a szolgáltatás színvonalat, ami előtte volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez gyorsan el fog jönni ez a megoldás. Hét intézménynél elindult a napelemes rendszer tervezése, erről is szó volt a rendkívüli ülésen. Ide tartozik a Vörösmarty Mihály könyvtár, a Százszor Szép Bölcsöde, a Napsugár, valamint az Árpád úti óvoda, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, az Öreghegyi Közösségi Ház és a Kríziskezelő Központ. Arról is szó esett a tanácskozáson, hogy nagy az érdeklődés az ingyenes lakossági LED csereprogram iránt, mely a héten indult. Az itt élőknek december 31-ig van lehetőségük online regisztrálni az energiapazarló izzók ingyenes cseréjére.